Folytassuk. Ugye múlt alkalommal picit úgy próbálkoztunk Emiliával. És nem nagyon megy, azt kell, hogy mondjam. Pontosabban, akár még sikerülhet is, csak nem akarom elkölteni az összes insightomat. Ugye a Summonhoz insight kell. Hello Nevermind, szia egyébként. Szóval úgy voltam vele, hogy ne erőltessük egy előre, hanem csináljuk azt, hogy elmegyünk másfele, ugyanis van lehetőségünk, szóval most elmegyünk Old Yharnamba, és hát megpróbálunk itt végigmenni, meg a boss-t megcsinálni. Aztán meglátjuk, talán ez a boss egy kicsit könnyebb, nem tudom, majd erre nem emlékszem, hogy őszinte legyek, ugye a Bloodstarved Beast kicsit-kicsit már homályba visz nekem, de Old Yharnamra nagyjából emlékszem, meg hát így menet közben majd beugranak. Azt tudom, hogy azért itt is sok időt töltöttem annó, hát meglátjuk, hogy most mennyit fogunk. Healünk nincs sok, de hát annyi van amennyi. A felszerelés meg van. Na, úgyhogy akkor levesszük a kalapot, mert hát este van, akkor minek? Menjünk is. A jazz élvezetesebb tud lenni. Ez lehet, segít Adri, szerintem jobban élvezném én is, de hát, miért is nem mennénk arra, amit nem ismerünk. A jazz jobban ismerem, mint a komoly zenét, de ez nem jelent semmit az égvilágon. Na, nézzük. Oh, hello. Ha a hangerő sok vagy kevés, akkor szóljatok, és akkor állítok rajta egy kicsit. Az a baj, hogy ez a PSS setup nekem egy kicsit jó a hang, oké. Kicsit olyan nem jól van belőve. Tehát nincs, nem jól van behúzalózva. És nem tudom a keverőről állítani, meg nem azt hallom, amit ti hallotok, szóval... Halkan ki lehet sunyogni. Hát igen, ki lehet sunyogni a komoly zenék koncertről. Főleg úgy, hogy fönt leszünk a kakasülőn, tehát ugye nem középre vesszük a drága égyet, mert kár belénk, úgymond. Szóval ja, ki lehet sunyogni, meg akár aludni is lehet. Már miért is ne? Bloodstone Shard. Nagyon jó. De nem tervezünk aludni, de hát ugye csütörtökön megyünk meló után, szóval... még bármi lehet. You are a skilled hunter. Adept and merciless. Half cut with blood, as the best hunter are. Kapott egyet az is? Nagyon jó. Oké. Lenne Steam Deck, azt vihetném. Hát figyelj, amúgy elmondanám neked, hogy a PS Remote Play telefonon ott van. Sőt, még Bluetooth-szal hozzá csapom a izét, a kontrollert is. Na, nem tudom, hogy ott látjátok-e fönt a templom torony tetején az embert. Meg hogy milyen van neki ottan. Lehet, hogy nem, de majd mindjárt látjátok, mindjárt hallani fogjátok.
Nem kedves. Erre kéne mennem. Eljünk erre. Felnézhetnék Clash-re is. Sajt Audrey, megmondom őszintén, hogy a Clash-t letöröltem. Tudom, nem szép dolog, de meg kellett tőle válnom, mert minden nem lehet. Ez egy sok volt a tennivaló. És tudom, hogy itt miért robbant ez föl. Oké. Antidote. Nem is tudom, hogy melyik bosshoz kell ez majd. Lesz egy boss. Hát egy létre lefele áll. Tudom. Bent vagy Crystal League-ben? Az jó. Szép. Piros volt a szeme. Blood Tinge Gemstone. Oké. Hát ez a lépcső, ez F. Na. Én nagyon sajnálom, hogy nem tudok clashezni, csak az a baj, mondom, az volt a gondom, hogy sok a meló, sok a plusz meló, streamelni kell, mert azt szeretek, és megmondom őszintén, hogy jobban szeretek streamelni, mint clashezni. Hűha! Ez baj. És tehát az, hogy minden nem fér bele a kapacitásomba. Nem is az idő feltétlenül, ami problémás, hanem inkább így az agykapacitás, amit igényel. Thank you.
nem baj. Nem. Oké. Szépen haladunk. Na vele most nem fogunk vacakolni, ezt már most mondom. Jura, majd fogunk Juráról beszélni, csak most... Most nem. Azt hiszem ő Jura. Legalábbis, ha jól emlékszem. Inkább körbenézünk erre. Szerintem itt meg föl lehet menni ahhoz, aki lövöldözik, és szerintem azzal sem fogunk most foglalkozni, de megnézzük. Szóval igen, ők erős ellenfelek most, és nem most van itt az idejük. Úgyhogy menjünk még tovább. Ne halljak meg, oké. Lehet, hogy ehhez a bosshoz kéne majd, mert nem is, nem lehet, nem tudom. Poison. Healelni akartam, miért nem healeltem? Semmi baj. Jövünk újra. Igen, ez az Oliard nem is elég szívás. Tudni kell a sorrendet, hogy mikor merre kell, meg merről jönnek. Akkor annyira nem vészes, de... szívás. Na. Stamina elfogyott. Thank you.
Oké. Senkit nem agróztunk be. Kiszálltunk, mint egy hülye. Oh. Oké. Futunk. Majd lövöldözzön itt magának. Később visszajövünk és megbeszéljük vele itt a dolgokat, de nem most van itt ennek az ideje. Vagyunk. Hamar visszajöttünk. Ah, már csak a izét kéne megtalálni, hogy hol van a... Ah, oh, megvan a sword. Nagyon jó. Oké. Úgy érzem, hogy itt mindenki ellen jó a antidót, mert akkor ezek poisonolnak. Jó. Jó, tovább. Micsoda gyertyatartó. Vagytok még? Így. Még egy kicsit visszamegyünk, mert szerintem még lehet egy kicsit ugrabugrálni. Csak azért, hogy
kicsi Fall Guys is menjen a dologba, és amiatt halljunk meg, mert leesünk. Igen, ide ki lehet jönni. Csak minek? Soros Spanyolországban van? Na. Jól hangzik. Kollégáim most jöttek haza Portugáliából. Egyébként elég meleg van. Mit csinál? Nyaral vagy munkaügyben van? Nyaral. Hát az... Az jól hangzik nagyon. Igen, most ott nagyon meleg volt a héten, de ilyen 30 fok fölött volt, nem? Novemberhez képest. Na, itt van egy oltár. Mindjárt megnézzük. Megnézzük ezeket. 25 fok? Hát az is nagyon jó. Mondjuk attól függ, hogy ő hol volt. Egyet öltünk meg. Egyet. Igen, jó, kettőt. Szóval Dél-Spanyolországban tudom, hogy 30 fölött volt. Így haver, te azt itt jól meghaltál. Ó, emlékszem arra a részre. Érzitek a szagot, ami onnan árad? Bosszad. Na jó, megyünk tovább. Még mielőtt meginspektálnánk azt a helyet. Itt még kell lennie valaminek. Andalúziában van. Hát igen, az is elég dél. Na mindegy. Azt tudja, hogy meleg, a éjszakhoz képest meleg van. És ez pedig egy ilyen remek shortcut. Zsír. Csak hogy ne kelljen ott azon a templomon mindig keresztül jönni. Ez meg szerintem levisz. Oldjár nem kettőbe. Igen, akkor megyünk, megnézzük azt a oltárt. Sírkövet? Oltárt. Már az oltár. De szerintem az. Mondjuk azért novemberben menni Spanyolországba nyaralni nem egy hülye ötlet. Tehát nincs rohadt meleg, nincs rengeteg turista, meg valószínűleg nem is a drága. Ritual Blood 2. Oké. Material used in a holy chalice ritual. Oké. Ez majd a dungeonokhoz kell. Akkor a szent kehely rituáléhoz. Nem tudom, hogy itt milyen messze van a kövi lámpás.
Tempering Blood Gemstone. Úgy tényleg azt is kéne cserélni, mert kaptunk egy jobbat. Megnézzük. Itt szerintem... shit. Nem emlékszem, merre van a lámpás. Ezt adunk erre hát, ha itt van. Nem, itt egy shortcut van, ami nem baj. Csak nem erről nyílik. Megtehet így munka mellett? Hát figyelj, most két hétre elment. Tehát két hét az azt jelenti, hogy, 10 napot vett ki. Tehát 10 nap szabad nap. Most azért az jó. Nem kevés. De ugye itt azon múlik, hogy nyilván, hogy a főnök elengedi-e. Mármint abban az értelemben, hogy... Na, értitek. Nincs senki. Van egy lámpás. Valahol itt van a lámpa. Azt tudom nagyon jól. Basszus, nem emlékszem, hogy hol. Akkor gondolom több szabad, tehát van szabad napja bőven. De mindegy, hát a munkahely, ha tényleg az sokat számít nagyon, hogy engedi ezt. Itt sincs semmi. Ó. Oh. Beast Blood Pellet. Semmi baj, ez teljesen normális. Úgy rémlik, hogy hol vagyok egyébként, tehát úgy nagyjából emlékszem ezekre a részekre. Csak nem 100%-osan. Ó, azt hiszem tudom. Mindjárt nyitunk egy olyan shortcutot. A shortcutok shortcutját fogjuk kinyitni.
Sőt, ez már lehet, hogy az is. Jó, megnézzük. De ha ez az, amire gondolok, akkor még nem erre jövünk. Ott kezdődött a map. Ott. Hát nem tudom, hogy vissza tudok én ide jönni, várjátok már. Meg akarom szakérteni. Még nem megyünk vissza. Még nem erre jövünk, előbb még megnézzük mást. Másik irányt. De ez lesz a... A lényeg, hogy itt ezt a shortcutot, ezt kinyitottuk. Fire paper. Szerintem az is a Szent Kely rituáléhoz kell, de ezt majd megnézzük. Várjátok, erre tudunk még másfél menni? Mert akkor lehet, hogy ennyi volt. Ugye itt ez csak egy erkély. Néha fura, hogy... Az előbb nem volt itt a... Hulla, vagy annyira hülye vagyok, hogy nem vettem észre. Na mindegy. Oké, Sherry, ha arról van szó, elküldelek nagyon szívesen, de egyelőre nem mondtál még semmi olyat. Nézem itt, hogy tervezik-e maratoni streamet. Hát, mi számít maratoninak? Különösebben nem. Jó, akkor visszamegyünk. Még mielőtt ide bemegyünk, mert ez tudom, hogy szívás lesz. És el akarom költeni a szólokat, úgyhogy visszamegyünk a kezdőre, és akkor most már innen tudunk majd jönni. Na. Tehát ezen keresztül tudunk majd jönni. Valahogy, most éppen nem tudom, hogy, de azt tudom, hogy ez a shortcut. Szóval úgy különösebben, hát esetleg ezekkel a délutáni streamekkel majd együtt. Lehet, hogy ilyen délutáni és esti stream lesz egybe, ilyen fél órás szünettel. Talán egy olyan szóba jöhet. De az, hogy ilyen maratoni gaming, akár. Majd ezt meglátjuk. Állj meg! Az első ilyen Scurrying Beast. Ezek olyanok, mint a többi game-ben a... Megöledés adja az itemet. Nem teszem be a neve. Kis Lizard? Azt hiszem. Na és körbeértünk. Úgyhogy itt most hazamegyünk. Megnézzük, hogy tudunk-e fegyvert fejleszteni, meg lépünk szintet. És akkor innen jövünk vissza. Azért egy halállal 43, 40 perc alatt körbe, vagy 35 perc alatt körbeértünk, az elég jó. Ezután már kb. A boss room jön. Szinte, hát ja, szinte. Marika megint elaludt. Este 8-kor elkezdjük, és reggel 8-ig tart. Tehát mondjuk egy 12 óra. Hát mondjuk olyat lehet esetleg, hogy mondjuk délután 2-kor elkezdjük, és hát késő estig, mondtam én ilyen éjfélig. Na, Katika. Ah, welcome home, good hunter. I must have drifted off.
Jó nagy szula. What is it you desire? Very well. Let me... A damage az sose árt. A leghosszabb gaming egybe felállás nélkül is csak 8 óra volt neked. Hát mondjuk felállás nélkül azért az 8 óra az elég jó. Tehát ha így szó szerint felállás nélkül... May you find your worth in the waking world. Azt már így ilyen VR-pist is megirigyelni. Fél napig nem kell kimennie. Na, fortify. Twin Bloodstone Shard kell, tehát ezt nem tudjuk. Viszont lehet, hogy ebből van jobb. Van ám bizony. Van ám bizony. Tempering Blood Gemstone 2-es. Be is pattintottuk gyorsan. És tudunk még egyet, várjatok már. Ó, persze, hogy ne tudnánk. Alright. Remember me? Jó. Teszünk egy ilyet a fegyverbe. Miért is ne? Fegyvert tudunk-e fejleszteni esetleg? Mármint, hogy a pisztolyt. Tudunk? Ó, hogy ne tudnánk. Bloodstone Shard kell bele. Hát menjen, menjen. Ez a Flame Spear, ez idegesít. Lehet, hogy... Hát igen, kellett volna adni ízét. Lehet, hogy adunk akkor a Arcane-re. Csak hogy egy kicsit meg tudjuk égetni Emiliát egyszer-egyszer. Na nézzük, hogy van-e annyi... van-e annyi. Hát meglátjuk. Bocsánat. Mennyi kell, nem is tudom. Welcome. What is it? Very well. Let me... Nincs ennyi. Jó, semmi baj. Tudunk-e farewell, valamit eladni? May... Hát ezeket eladhatnánk mondjuk. De szerintem olyan sokat nem ér. Jó. Akkor megyünk. Délután 2-től éjfélig is elég jó. Hát, meglátjuk. Mondom, az Elden Ring volt olyan játék, ami tényleg olyan volt, hogy oda tudott szögezni a székhez elég rendesen. Azóta is voltak jó gémek, de olyan, mint az Elden Ring, olyan nem volt.
Ja igen, a DS3-ban nagy a bizodalmam, igen. Tehát ez valószínű az is olyan lesz, mint a Elden Ring volt nekem, hogy azt lehet tolni. Nekem ez a Bloodborne is ilyen. Az a baj, hogy mostanában inkább az a gond, hogy energiám nincs tolni. Na, és akkor itt vagyunk a shortcutnál. Majdnem válsát ez a enemy. Szomorú volt csak majdnem. Ez a 1 HP-je marad, ez annyira bosszantó. Nem baj? Na. Itten vagyunk. Nem értem, hogy néha miért rakja el a fegyvert. Jó. Oké, most már értem. Azért rakja el, mert hülye vagyok. Tény. Ezt le kellett csapni mindenképp. Bloodhunter's Mark. Tehát az is a rituáléhoz kell. Ha jól emlékszem. Bár megmondom őszintén, hogy ezt a Szentkei rituálét nem nagyon csináltam az első végigjátszás során, mert azok a dungeonok nagyon nehezek. Főleg a vége fele, tehát a level 3-4 plusz akármennyi. Azok igen nehezek, úgyhogy... Hogy mi? Aha, itt van egy NPC summon. Alfred. Akkor más nincsen. Ah, itt még van egy József. Meg egy item. Oké. Na, nézzük meg itt a boss-t. Aztán, hogyha nagyon szívás, akkor kérünk segítséget Alfredtől. Szívás lesz.
Hello? Jó, eddig jó. Shit. Ez baj. Antidote-ot be kell tenni majd. Betesszük a antidótot az invibe, és akkor utána jó lesz. A poisonra vigyázni kell, mert meg nem mindent lehet perizni, nem minden támadását. Ezt meg kell szokni, hogy melyiket lehet. Na, jöjjünk újra. Köszi, Edit Adri, én élvezem alapvetően. Hát, olyan, amilyen. Igyekszem, amennyire lehet, csak hát tényleg néha a fáradtság az úgy eluralkodik. Nice sauce. Nem állok le velük bunyózni, mert nincs értelme. Úgyhogy haladjunk. Nem mintha sietnék, csak nem akarok velük vacakolni. Jó. Nem szabad elbaszt. Elrontani. Nem, nem ez az.
minden ütése poison-al. Nehéz, nehéz. Oh, és nincs healing shit. Nem kell farmolni. Senki nem fog dobni healt. Egy. Hová? Na, haladunk. Négy. Na, hát ez már... Gemstone-ok. Jó. Na, itt jön az a rész, amit utálok. Nem adnak hírt. Hová? I should think you still have dreams. Well, the next time you dream, give some thought. Nem baj, a farmon jöttünk, szóval... A farmon élünk. Lehet, hogy megyünk még egy kört. Még egy kört Russell. Ahogy a klasszikus mondaná. Mondjuk Central járnámba is mehetnénk farmolni, de mindegy, mondjuk kevesebb
bladechoztad. Lehet, hogy azzal megyünk bótolni. És akkor veszünk healt. Csomó mindent el lehetne adni. Marad. Ha. Most el se dobott semmi. Halló? Az antidót is jó egyébként, tehát... Okay. Ebbe a körbe se dob... Ebbe a körbe most nem dobott healt. Nem baj, megyünk még. 6 heal nem lesz elég. Még szerintem nyomunk egy summon-t. Hívunk segítséget. Alfredot behívjuk a buliba. Még jó lenne pár heal, de lehet, hogy hazamegyünk majd. Csak kéne soul is. Lehet, hogy gyűjtünk egy kis soul-t. Blood Echo-t, pontosan mond. Akkor veszünk Violet. Hello.
Lúgyűrű. Szerintem nincsen, de majd megnézem. Hát gyűrű nincsen, azt tuti. Majd megnézem, hogy milyen buffok vannak. Azért már elég sok szólt oda a játék. Szóval ennyi már tudunk venni elég sok. Healt. Madarak is ott hörögnek. Jó. Na, szerintem most visszamegyünk. És ezt elköltjük. Veszünk healt. Cikcak. Nem fontos, hogy cikcakba menjünk. Aztán egy ponton megöljük ezt a gyökeret egyébként, aki ott lövöldöz. Csak a boss-t le kéne nyomni. Farewell, good Samas. Na. Hát eladni. Applies fire to weapon. Applies bolt to weapon. Ezek már jól jönnek. Ezt is használhatnánk majd Emilia ellen. A tűzre elég gyenge. Leszhetünk, persze, megnézzük. Bloodstone Shard. Ebből is van rohadt sok. Hát meg a kezdő ruha. Az annyira nem, azt azért csak nem adnám el. Hát ezek közül el lehetne adni, mondjuk, hát... Csak azt, ami nagyon gyenge.
Hát azért... Ez már nem rossz. Jó. Hát nevermind. Hát... Van klán. Vagy klán. Cloud mentés. Tehát a, szerintem a Clash of Clans-ban nekem van, de nem tudom, mert ugye vettem új telefon menet közbe, tehát már csésztem, fölraktam rá a Clash-t és behúzta izét egyből, tehát az állást. Szóval elvileg ott a Cloud Save működik a Dark Souls 2-vel ellentétben. Biztos vagyok benne, hogy a Google Play, de nekem ugye Apple Arcade van, vagy mi annak a neve iPhone-on. De jó, ezek mentik. Beleteszi a... Átfutunk, mert ez inkább bosszantó, mint megérni vele vesződni. És szerintem lent fogunk most takarítani, hogy Alfred azt tudjon jönni. Kicsit bosszantott, hogy elveszett a mentés, de nyilván a DS2-t nem engedem el, tehát tehát azt nyomjuk tovább, csak vagy hát úgy értve nyomjuk tovább, hogy kezdjük előről. Tehát végig fogjuk játszani, csak majd. Alfred, hogy a tojás? Mehetünk. Csak bosszant, hogy így veszett el. DS3-tól már van Cloud Save, hála az égnek. Bár mostanában nem tervezek. Igen, megpróbálom majd a izét is, a Get Back Data-t. Szép volt.
Akkor dobjunk még rá Fire-t is? Jó. Flamethrower megvan, csak nincs meg hozzá a szint, ami kell. Tehát kéne Arcane. Ha jól emlékszem. Igen. Abból kéne 8-as. Yharnam Hunter set. Akkor most ezt főtesszük. A Gascoigne set. Na várjál, de azt otthon tudjuk megvenni, nem? Messengers, aha. Várjál, valami tűzi-tűz nincs nálunk. Nincs, csak a izé van nálunk a... Fire paper. Ezt még nem tesszük be, mert mély tennénk be. Na mindig meglátjuk. Nem tudom, meddig aktív maga a Fire. Meglátjuk. Teszünk tüzet akkor a Hunter's Axe-re. Hagyjál már békén, hát. Itt jön mögöttünk. Ebben kellett volna. Na mindegy, most már. Szedi amúgy. Alfred, mi történik?
Mi a... Szomorú. De mondjuk annyiból jó, hogy olyan sok izét most nem használunk. Healed. Ja, hát antidót ez fogy elég rendesen. Van nálunk még insight, mármint hogy Madman's Knowledge, szóval azt tudjuk használni. Tehát olyan nagy baj nem lehet, hogyha elfogy most az insightunk. Fire Paperből még van 3. Lenni kellett volna, nem tudom. Sheep! Ah, pedig ez most jó volt. Jó, lassan már értem, hogy mit kéne csinálni. Az a baj, hogy minél kisebb a HP-ja, egyrészt bejön rá ez a poison, meg egyre agresszívabb. Ami amúgy nyilván, főleg az új Souls game-ekben ez alap. Csak nehéz. Sedit Adri nem mondja ilyet, hát haladunk. Hát nyilván a bosszok nehezek, tehát az kétségtelen. De csak idő kérdése, hogy mikor lesz meg. Az a jó, hogy így van ranging,
ugye kétkezes módba. A másikban meg van ugye a visszaroll attack lehetőség. Alfred még egyszer se halt meg, ugye? Az elég menő. Ez brutál. Brutál. Shit. Hát hasonló Emiliához, de... ja, mondjuk. Elég agresszív. Még nagyon sok ilyen combo move-ja van.
Na jó. És akkor most nem tudok summonolni, ugye? Igen. Jó, nem baj. Próbálkozunk. Most nincs antidótom se. Az nagy baj. Ja, nincs. Fire paperből is egy... Hát igen, sok healing nincs, ja, az kétségtelen. Antidót nélkül. És már fire paper sincs. Hát jó lenne, ha lenne moló. Az nem ártana. Kicsit dobálnánk is. A lángszórót azt sose használtam, fogalmam sincs, hogy hogy működik. Vagy hát, na van sejtésem, csak... Na, értitek. Kicsit még próbálkozunk. Még egyszer megpróbáljuk ma, aztán ha nem, akkor elmegyünk gyűjtögetni.
Úgyhogy most semmi nincs nálunk. 6 heal. Ha bemérgez, akkor kb. Esélytelen. Oké. De hogy? Hát... Ó, basszus, nem figyeltem a HP-t, de voltunk mérgezve. Oh.
Volt rajtunk egy kicsi, de... Ah, shit, nem figyeltem. Nem baj, megvan a gondolat, hogy mit kéne csinálni. Még egyszer megpróbáljuk. Látjátok, most paper meg mindenféle izé nélkül aránylag jól ment. Most az volt a tax, hogy távolságot tartunk. Tehát, hogy csak a tutira megyünk. Isten, Alfred. Alfred. Kösz.
nem hiszem el. Ennyi, mennyi múlott? Oh shit. És az, hogy elfogyott a végén a stamina, és nem tudta még egyet bevinni, még egy ütést. Na jó. El kell mennünk farmolni. Mert nincs nálunk semmi, gyakorlatilag. És anélkül elég nehéz. Hát igen, egyet beleütött volna az NPC, akkor annyi, de hát így adta ki. Na jó, kövi streambe elmegyünk farmolni egy kicsit. Szólt, meg nyersanyagokat, meg vásárolunk, meg ilyesmi. Úgyhogy innen folytatjuk majd. Bosszantó, hogy ilyen kicsi múlik mindig. Az a baj, hogy nagyon használom a Mad Men knowledge-et, és a insight-ok kellenének. Hát boss fight-okkal lehet insight-ot kapni. Na hát majd szépen lassan. Jó, úgyhogy folytatjuk innen.